Kedves gyülekezet, nyissuk ki a Bibliánkat, és lapozzuk fel János Evangélium a 13. fejezetét. Olvassuk el az első 5 verset. János Evangélium a 13. fejezetéből az első 5 verset olvassuk el. Így szól Isten igéje. A húsvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. És vacsora közben, amikor az ördög belesugalta már Iskáriótes Júdásnak, a Simon fiának szívébe, hogy árulja el őt, tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy. Felkelt a vacsorától, levetette a felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörölni a kendővel, amellyel körül volt kötve. A keresztény gyülekezet, az újszövetségi keresztény gyülekezet egyik legszebb szertartásának a megalapításáról olvashatunk itt, ahogyan az úrvacsorai alkalmainkat is negyedévről negyedévre, vagy más alkalmakon is, amikor ilyesmiben veszünk részt, Krisztus példáját követve ezzel a nagyon szép szertartással, jelképes, de tanító jellegű cselekménnyel szoktuk kezdeni, és azért érdemes ezen elgondolkodni, és ezt tennénk ebben a rövid időben, ami még most a délelőttünkön marad, mert az Istennek a számunkra legfontosabb magatartását, az ő legfontosabb jellemtulajdonságát, az ő viszonyulását bűnhöz és bűnöshöz. Ez az, amit ezekből a sorokból is elolvashatunk, és azt gondolom, hogy Bibliával a kézben, meg némi élettapasztalattal a saját magunk is fenevadjával kapcsolatban is, ennél nagyobb szükségletünk nekünk nincsen, mint hogy azt értsük, hogy az Isten hogyan viszonyul hozzánk helyesen, illetve hogy számunkra mi az egyetlen esély bűnhöz és bűnöshöz való viszonyulásban ebben a földi életünkben. Mielőtt erre a szakaszra azonban rátérnénk, úgy szeretnék egy másik Biblia verset felidézni, Máté Evangélium a 3. fejezetéből a 16.-17. verseket, hogy amikor Jézus Krisztusnak egy-egy ilyen cselekményét elolvassuk az igében, akkor érdemes kérnünk a Szentléleknek a segítségét, hogy értsük meg azt igazán, hogy mit jelent szemlélni és érteni őt, és tanulni által az Isten sokféle bölcsességét. Az az igevers, amit idéztem Máté evangéliumából, Jézus keresztsége utáni történet, és nekem azért megkapó ez a történet, és majd látjátok, hogy kapcsolódik ehhez a János 13-hoz, mert amikor Jézus Krisztus egyébként a másik újszövetségi cselekményt, ugye a felnőtt keresztséget, a bemerítés keresztségét megalapította, akkor kijött a vízből, és emlékezünk rá, hogy egy mennyei szózat hangzott el. És emlékeztek rá, hogy mit mondott az a mennyei szózat? Ez a mazén szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Ugye el szoktam ezen gondolkodni, és így kapcsolnám össze majd ezzel a János 13-mal ezt a kifejezést, ezt a mondatot, hogy az atya vajon miért ezt mondta ott a keresztségnél? Természetesen a kérdés nem megválaszolható, tehát ezt nem fogjuk tudni megmondani, hogy pontosan miért ezt mondta. De csak hogy értsétek, hogy emberileg szoktam egy kicsit ezen elgondolkodni, mikor elolvasom ezt az igét, hogy azt várnánk, hogy az a lény, az a csodálatos isteni személy, akit talán a legkevésbé ismerünk, mert még a Szentlélek munkájáról is van napi tapasztalatunk, akár a lelkiismeret hangján keresztül, nagyon, nagyon sokféle módon, tehát nem vizuálisan elképzelhető, de leginkább megtapasztaljuk. De az atyának ez a megnyilatkozása annyira érdekes, hogy az ember ugye arra gondolna, hogy olyan kevésszer szólal meg ő, nem? Tehát a Bibliában is, vagy akár Jézus életében is, ugye egy-két olyan történet van, egy-két olyan mondat hangzik el az evangéliumokban, amikor az atya megszólal. Egy mennyei szózat. És megmondom őszintén, én azon töprengtem, hogy ha már ilyen ritkán teszi, akkor ilyenkor tényleg a legfontosabb dolgokat kellene, hogy mondja nekünk. Elnézést, egy kicsit ilyen elvárásnak tűnik ez a részemről, tehát nem számonkérés volt, csak úgy gondolkodtam, hogy jó Istenem, akkor te biztos tudod, hogy miért ezt mondtad, inkább valószínű, én nem értem, hogy miért ezt mondtad. És úgy gondolkodtam azon, hogy
Tulajdonképpen az atya ezt az egyetlen egy mondatot mondja itt, hogy ez az én szerelmes fiam, azért ez egy nagyon bensőséges mondat, nem? Tehát én kicsit elsőre hadd mondjam, hogy azt vártam volna, hogy valami olyan tanítást mond, amivel hirtelen olyan nagy tömegeknek, vagy sok százmillió, vagy sok milliárd embernek megoldja a problémáját. Tehát mondjuk a legnagyobb kérdéseinket, hogy miért van annyi szenvedés, és hogy az ártatlanok, meg a történelemre vonatkozóan. Tehát ha már ritkán szólal, akkor azok biztos nagy fontosságú mondatok, nem? És hogy ilyenkor tényleg a legnagyobb kérdésekre adja meg a legnagyobb, legtömörebb válaszokat. A tömörséggel itt sincs baj, csak a figyelmetlen olvasó először úgy azt mondja, hogy ehhez képest az atya valami olyan nagyon személyeset, valami olyan belőle fakadót is látszólag nem valami nagy eszme igazságot mond el, hanem azt mondja, hogy ránézek Jézusra, és egyszerűen jó ránézni az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködök. Magából közöl valamit, és nem egy nagy eszme igazságot mond el. Értitek a vívódásomat, hogy mi volt ezzel az igével első olvasásra? Aztán ahányszor elolvasom, azóta egyre többször, úgy egyre inkább megértem, hogy ennél nagyobb igazságot nem mondhatott volna az atya. Mert amikor azt elmondja, hogy gyönyörködni, szépnek lenni mit jelent, és az az ember, aki megtanul a hit útján járni ebben a földi életben, az arra jön rá és azt ismeri fel, hogy mi a legtökéletesebb szépség ebben a földi életben. Az én szeretett fiam. Hogy Krisztus szemlélése az a legerősebb benyomás, ami az ember lelkében eredményezni tudja a fenevad kiéheztetését és a báránynak a megerősödését. Tehát a természetünk meggyengülését és a krisztusi természet, vagy mondjuk így, az Isten hasonlatosságára formálódó jellemnek a megerősödését. És hogy most ez így mondja el az atya, tehát hogy magából is közöl valamit, hogy egyszerűen ebben a távolságban, ahogyan én elengedtem a fiamat, ahogyan majd súlyos helyzetekben kell őt szemlélnem, magára hagynom, mégis szép és gyönyörű, és ugye ti is látjátok ezt benne. Mert testvéreim, nincsen más esély a számunkra, mint megtanulni gyönyörködni Jézus Krisztusban. És azért érdekesen kapcsolódott ez számomra a János 13-hoz, mert azt mondjuk, hogy ó, igen, de jó olvasni a boldogmondásokat, a hegyi beszéd többi szakaszait, a példázatokat, a tanításokat, a személyes beszélgetéseket, a samáriai asszony, a Nikodémus, tehát mind-mind gyönyörűség, amikor beszél, amikor szól, amikor tanít, mert olyan okos, olyan bölcs. De azért gyönyörű a János 13-nak a története, mert ez arról szól, hogy Jézus Krisztusnál az okos, a bölcs szó nem a tudományból, nem az elméleti igazságból fakad, hanem itt van például ez az első öt vers, hány szót ejt ki a száján Jézus ebben az első öt versben. Ha azt vesszük viszont, hogy itt meg sem szólal, akkor volt-e valaha olyan hatással a tanítványokra Jézus, mint ennek az első öt versnek a cselekményében? Ha Biblia körön általatok átvett Jézus élete című könyvet is tárgyaljátok és beszélgettek majd róla, ugye ott a szerző azt mondja, hogy ez a cselekmény valósággal megváltoztatta a szívét a tanítványoknak, és nem úgy mentek el az utolsó vacsoráról, ahogy beléptek abba a terembe, büszkén, már csak nem pont én, senki nem készített mosdótálat, szolgáról senki nem gondoskodott. Hát leülök, aztán majd csak valaki, nem, de hát nem pont én fogom. És itt van az Isten jelleme, itt van az Isten szépsége. Ahogyan azt olvassuk, hogy ugye végig lehet venni ezt a hat mondatrészt, hogy felkelt a vacsorától, levetette felső ruháját, kendőt vévén körülkötötte magát, vizet töltött a medencébe, kezdte mosni a tanítványok lábait és megtörölni a kendővel. Gyönyörű itt Jézus. Tanít. Egy eszmefuttatást mond el. Nem csak érzékeli az emberi szükségleteket, nyomorúságot a legnagyobb mélységei szintjén, és egyszerre ad választ, mert itt nem kivételez, mert itt nem azt mondja, hogy Péter, neked egy kicsit jobban kell megtérned, János, neked meg azt mondom, úgy tanít mindenkit, hogy senkit nem szégyenít meg, úgy gyógyít mindenkit, hogy senkit nem nevez betegebbnek a másiknál,
úgy ad mindenkinek kegyelmet, hogy egyáltalán nem tesz különbséget közöttük, hanem korlátlanul, számolatlanul, bőséggel mindenki felé azt fejezi ki, ami mellett viszont nem tudnak szó nélkül elmenni, nem tudnak ugyanolyan döjfösen ott pöffeszkedni tovább az asztalnál, és azt mondani, hogy na de hát, ugye Péternek van egy erőtelen kísérlete, hogy hát te nem mosod meg soha, erre nem azt mondja Jézus, hogy Péter, hát kezdted volna te a lábmosás, most nem nekem kéne, hogy ezt is mondhatná, nem lenne igaza, ha itt kiszámolná Pétert. Mondjuk, hogy mi tesszük bizonyos helyzetekben, nem? Hoho, megelőztelek a szeretettel, bennem több a szeretet, ha benned lett volna több, de bennem több. Így válik a szeretet önzéssé, nem? De Jézus nem ezt teszi. És ezen gondolkodom el sokszor, hogy és amikor az atya ránéz a Jordán partján, és azt mondja, hogy az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, mennyire tudunk mi Jézusban így gyönyörködni, mert a történetek bőségesek ehhez. A tanításokban sem pusztán az eszmét, a gondolatot, a dogmatikát, a hitvallást, nem pontosan azt keresni, hogy most akkor kinek adott itt igazat, hanem mi az a megváltó igazság, ami bennem a bárányt, a fenevaddal szemben győzelemre tudja segíteni. Én akarok üdvözülni, én akarok győzni, nem mást, magamat. És olyan szép, amikor az ember tulajdonképpen ahhoz a kérdéshez is visszajut, hogy mert mi az igazi szépség? Kiben gyönyörködik az ember? Miben gyönyörködik? Mi az igazi szépség? Úgy is feltetném kicsit egyszerűbben, hogy ma, amikor felkeltetek reggel, és oda mentetek a tükör elé, elégedettek voltatok magatokkal. Kedves fiatalok, szerintetek elég szépek vagytok? Lányok, elég szépek vagytok? Mit jeleznek vissza? Fiúk, elég izmosak, elég jó kiállások, elég megnyerőek vagytok? Kedves idősek, még mindig hiszitek, ugye hiszitek, tudjátok, hogy szépek vagytok. Mi az igazi szépség? Mi az igazi gyönyörűs? Mi a rútság egyébként? Nagyon érdekes, a Biblia ezt pontosan megfejti, mind a kettőt elénket. Mi a szépség, mi a rútság? Jézus mitől volt szép a Jordán partján? Ahogyan viselkedett, ahogyan szívéből fakadóan, alázattal, bátorsággal, ezek nem egymást kizáró tulajdonság, ahogyan mondjuk ki a kulcsot, ahogyan jellemes volt, jelleme volt neki. Mi a rútság a Biblia szerint? A rútság az nem a ráncok, az nem az anyajegy az orrunk hegyén, az nem a sántítás. Mi a rútság? Nagyon érdekes, a Biblia azt mondja, hogy az emberi természet, van a krisztusi jellem, ez a szépség, hogy az atya is azt mondja, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. És van a rútság, az emberi természet. Szoktunk ezen elgondolkodni, hogy vajon mi hogy állunk jellemmel és természettel. Ugye ennek a kettőnek a harcáról van szó. Ennek a kettőnek a szembenállásáról van szó. Ami egész földi életünkben, küzdelmünkben, amiért újra és újra vissza kell menni a mintához, Jézushoz, és azt mondani, hogy szeretném érteni, hogy mit jelent a szépség. Szeretnék... Mikor mondjuk azt egy 80-90 éves idős bácsira, nénire, aki már két bottal sem jár, akinek az ajkai alig mozognak, akinek a ráncokat meg sem lehet számolni, de rád néz, és a derű, és a nyugalom, és odaállunk 20 évesen, és azt mondjuk, hogy szeretnék szép lenni, de Józsi bácsi, Mari néni, gyönyörű vagy, én pedig ilyen sima arccal magam vagyok a boldogtalanság, a nyugtalanság, a békétlenség, az önzés. Szeretnék szép lenni, és rút vagyok, mert az emberi természetem megnyomorít. Megnyomorít. Ne higgyük el, hogy az a rútság és az a szépség, amit a világ tanít nekünk erről. Higgyük el, amit az atya tanít nekünk, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködök. Higgyük el azt a magatartást, amit Jézusnál a János 13-ban olvasunk. Ahogyan ő megnyilatkozott, ahogyan ő szeretett, ez nem egy érzelgőség, ez egy nagyon gyakorlati, cselekvő magatartás, beszéd, megnyilatkozás minden módon. Ez nem csak egy érzelgőség, hogy most összeborulunk, most szép ruha van rajtunk, most szombat van, most könnyű eljátszani, hogy szeretünk. Ez nem játszás. Ez egy szívből fakadó kincs, ajándék az Isten részéről számunkra. De meg akarja adni. De előtte azért számot kell vetnünk az, hogy ragaszkodunk a természetünkhöz. Ti ragaszkodtok a természetetekhez? A szó gyakorlati helyzeteiben ragaszkodunk a természetünkhöz?
Szeretném, ha szembeállítanánk együtt, és egy kicsit elgondolkodnánk, mi a különbség jellem és természet között. Mi a különbség jellem és természet között? Legyen ez egy húsba vágó kérdés, csúnyák maradunk, vagy szépek akarunk lenni, az ige szerint. Mi a különbség jellem és természet között? Mondjuk az eredetüket tekintve, segítsetek, gyorsan szedjük össze, honnan ered a természet? No? Honnan ered a természet? Szoktatok panaszkodni magatokban arra, hogy na de hát nem akartam én ilyen lenni, de? Szoktatok arra gondolni, hogy ej, ha nagyapám hamarabb megküzdi ezt a jellemvonást, most nekem nem kéne. Szoktatok ilyesmire gondolni? Ugye azt mondjuk, hogy az emberi természet örökletes, örököljük. Ti ismeritek már magatokat, hogy mit örököltetek? Ismeritek már magatokat, hogy mit örököltetek? Az ember azt gondolja néha mondjuk 20-30 év után, én még többre nem tudok visszatekinteni, de már így is elgondolkodtató, tehát még nagyobb tisztelettel kell legyek a 60-70 évre visszatekintőknek, mert nekik már még nagyobb tanulás áll a hátuk mögött. 20-30 év után arra gondolok, hogy tulajdonképpen Istenem, azt jelenti a veled járás, hogy te csak folyamatosan mered felnyitni a szemem, hogy én egy micsoda alak vagyok. Nem ezt jelenti? Tehát örök szövetséget ígér nekem, bemerítkezek, megbocsátja az addigit, de hát mivel a továbbiakra nézve sem ígértem meg, miután kijöttem a vízből, hogy és mostantól jó leszek. Ez egy nagyon egyoldalú szövetség. Ő azt ígéri, hogy engem kibír továbbra is, elhordoz továbbra is, elkísér örök hűséget. Azzal szemben, hogy én még azt se tudom neki mondani, kijöttem fehér ruhában, még vizesen, gyönyörű a keresztség cselekménye, ugye, akik voltatok már ilyenen. Elindulok egy úton, de Istenem, én most nem azt ígértem meg, hogy jó leszek, de hogy hiszem, hogy te jóvá tudsz engem tenni, mert az Isten évtizedek alatt nyitja fel a szemünket a mélységeire, a gyökereinek, a hajszál ereinek, a mi emberi természetünknek. Néha majd bele halunk ezekbe a szembesülésekbe, nem? A természet örökletes. És amikor előveszünk egy kutyabőrt, és rajta van, hogy nagyszülő, déd, ők, stb., és ugye akkor már 1700-as éveknél járunk, na de ki mondja meg ezt még visszább? Ki mondja meg, hogy mik azok a megharcolatlan harcok, legyőzetlen vonások, amik bennem felszínre jönnek, és azt mondom, hogy ez nem is én vagyok, de legmélyebben én vagyok. És az ember azt mondja, hogy Istenem, hát mi lesz velem? És akkor az ember már érti, hogy miért van ott az a bátorítás, hogy hát gyere, kösz szövetséget, fogadd el Istent, mert nélkül nem lehetsz boldog, nélkül nem lehet békességet. De nem az Istennek van szüksége ránk, nem őneki kell számszerű gyarapodás a gyülekezetben, hogy még több, hanem akik felismerik azt, hogy nem tudok az Isten nélkül, hát esélyem sincsen. Hogy az Isten cserébe mit mondjon a rútság helyett? Örököltél egy rútságot, nem is kicsi rútságot, hanem ha ez csúnya 20 évesen, akkor még csúnyább 50 évesen, és még csúnyább 80 évesen, ha nem találod meg a kegyelemnek a gyógyító erejét hozzá. Mert, hogy mondja Ellen White ezt a gyönyörű mély mondatot, hogy minden vonásunk, jellemtulajdonságunk, adottságunk, amit nem győzünk le, tehát rossz tulajdonságokat, amit nem győzünk le, az legyőz minket. Az legyőz minket. Tehát ez nem egy olyan helyzet, hogy állok középen, most döntök egyet jóra, most döntök egyet rossz irányba, de majd kijavítom, majd holnap több döntést hozok a jóra. Nem, bennem alapvetően egy elveszített küzdelmet akar visszanyerni az Isten. Örökletes rossz természet. Az Isten ezzel szemben azt mondja, hogy jellem. A természetünket örököltük, a jellemünk Isten kegyelme által, de a mi döntéseink nyomán alakul ki. Nem gyönyörű ez, testvéreim? Hogy miközben a mi emberi testünk is azt mondja az apostol a korintusoknak, hogy megromol, de a mi belső emberünk napról napra megújulhat az Isten kegyelme által. Testvéreim, a jó Isten azt akarja, hogy mi szépüljünk, hogy mi egyre szebbek legyünk az évek, az évtizedek múlásával. És amikor tovább gondolkodunk ezen a természet és jellem összefüggésen, min alapszik a természet? Mik a természetnek a mozgatórugói? Egy konkrét kérdést szeretnék nektek feltenni. Amikor a természet megnyilatkozik bennünk, előtte kérdez?
hát Zsuzsa, tényleg a Zsuzsa, de én irigy vagyok a Zsuzsára, de jön az irigység itt, és Jancsi, te leszel irigy most, az irigység az egy erkölcsileg elmarasztalható dolog, így végigfuttatja szépen lassan az agyunk, és aztán akkor most hozok egy döntést, dehogy leszek irigy vagy. Na jó, egy kis mérsékelt irigységet megenged. Így működik a természetünk? A természetünk parancsol. A természetünk diktál. Hogy mondta ezt a római levél 7. fejezetében Pál apostol? Gyönyörködöm az elmém törvényével, gyönyörködöm az elmémben az Isten törvényében, elmémmel, de látok egy másik törvényt, ami rabulád engem. Olyan megrendítő, hogy az embernek vajon hány évre van szüksége, hogy rájöjjön arra, hogy Istenem, én nem akarok rabszolga lenni. Nem jó rabszolgának lenni, ugye? Én nem akarok rabszolga lenni. Ezek a természetemből fakadó késztetések, ezek engem rabuladnak. Milyen megdöbbentő, sokszor akár az igazság érzetemre hivatkozva jönnek belőlem rossz dolgok. Nem döbbenetes dolgok? Az ördög a bolondját járatja velünk, nem? De csak azt tudjuk mondani, amit Pál is mondott, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem, és hálát adok, hogy az Isten kitalált erre egy tervet, hogy van erre megoldás. Mert egyszerűen katasztrófa és megoldhatatlan, hogy engedély nélkül kibejár valaki az akarat világomban, az értelmemben, és nem tudok parancsolni neki. A bárány az csöndben vár arra, hogy hozzak döntéseket Isten segítségével mellette, de a fenevad az rázza a rácsot, és kiköveteli magának. És ha nem vigyázok, már a rács közelébe érve kiragadja a kezemből az ételt, és mind megeszi. Hogy a Jóisten azt mondja, hogy mégis felajánlja, hogy egy erősebb szövetséget ad nekünk, hogy az akarattalan rossz cselekvés helyett Krisztus kegyelméből fogjul ejtvén minden gondolatot Krisztusban, ugye mondja az apostol. A helyes gondolkodás által, a Krisztusban gyönyörködő gondolkodás által erősebb lehet a jó bennünk. Nem csodálatos örömhíre számunkra, hogy szépülhetünk ahelyett, hogy csúnyulnánk, kívülről, belülről. És amikor az ember így tovább gondolkodik jellem és természet küzdelmén, és odáig eljut, hogy a természet útja mi, hová vezeti az embert? A romlásba. A romlásba. Olyan megrendítően mondta ezt Jézus Krisztus Nikodémusnak János 3.3-ban, amikor azt mondta, hogy gyorsan akartam mondani, de ha valaki tudja, segítsen, amíg kikeresem. Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. És hogy mondta? Ami testtől született, test az. Ami lélektől született, lélek az. Ugye a jellem és a természet szembeállítása. De van újonnan születés. Olyan szép, ahogy azt mondja, hogy az ige, hogy a test szerinti, a természet szerinti élet egy boldogtalan és egy leépülő emberi személyiséget hoz magával. Semmelyikünk nem akarja, nem? Olyan sokszor szoktuk azt mondani, hogy szeretnék idős koromban olyan friss gondolkodású, boldog ember lenni. Nem mindenki erre vágyik, nem? Ugye a Biblia ezt képest azt mondja, hogy ezt megadom, de az újjászületés által a te életed egy pontján, velem szövetséget kötve, elindulsz egy úton, a szépülés útján, amit Krisztus az ő dicsőséges második eljövetelekor egy romolhatatlan testtel még kiegészít, hogy egy örökké való fejlődés útját járhast be, és a továbbiakban ezután Krisztus második adventje után már színről színre szemlélhesd a gyönyörű Jézus Krisztust és az Atya dicsőségét. Amikor az ember elolvassa az igének ezeket a tanításait, akkor úgy visszanyerjük a reményünket. Úgy újra valahogyan azt érezzük, hogy van mibe megkapaszkodni, nem magamba, mert az reménytelen. Ne azon keseregjünk, hogy a szomszéd reménytelen, hogy az anyós reménytelen, hogy a politikusaink reménytelenek, hogy sok rossz ember vesz körül bennünket, mi áldozatok vagyunk, ne ezen keseregjünk. Mert ez azt jelenti, hogy még nem vagyunk tisztában a magunk természetével. A másik természetével sokkal egyszerűbb tisztában lenni. Mert az önzésünk jelzi, hogy nekem az kellemetlen, hogy te rossz vagy velem. Nekem az nem jó, hogy te velem önző vagy. Ezt jelzi a mi önző természetünk. De amikor Pál azt mondja, hogy a bűnösök közül első vagyok én. Engem mentsen meg az Isten. Engem tanítson meg gyógyulni, szabadulni, erősnek lenni. És
aztán az Isten még ajándékba a körülöttünk lévőket is nekünk adja utána, hogyha magunkat rá merjük bízni. Ez az Isten evangéliuma. Ahogy a romlással, a természet törvényével szemben a jellem útja a fejlődés. Vagy ha Máté 3.16-17 kifejezésénél, a gyönyörködninél maradunk, a szépülés, a szebbé válás. Hogy az emberek azt mondják, hogy neked nincs okod, hogy boldog legyél, de látom, hogy derűs vagy, mondd meg, mi ez. És azt mondjuk, hogy az örömhír, a szövetséges, a Krisztus. Hogy az Isten ebben az egyszerűségében ajánlja nekünk, akarja nekünk adni az evangéliumot. Mert ez egy napi tapasztalat, ez nem tudás és ismeret kérdése pusztán, tehát mennyiségileg, hanem odaszánás, ráhagyatkozás, rátámaszkodás, belékapaszkodás. Ezeknek a döntéseknek a kérdése. És az ember visszanyer ilyenkor az élet kedvét, és arra gondol, hogy ha az Isten egy ilyen útról gondoskodott a számunkra, akkor ragadjuk meg őt, és keressük őt, napról napra is bízunk benne. És amikor visszatérünk az alap igeként is idézett ige szakaszunkhoz, hogy hogyan teszi ezt az Isten mi érettünk, akkor János apostol, és ezt zárásul, ezt a szakaszt szeretném, ha csak röviden végig gondolnánk, mikor írta János apostol az evangéliumát? Hány évvel később, mint ez az utolsó vacsora cselekmény történt? Hány évvel később? Ugye tudjuk, hogy az iratait, az ő írásait igazából az élete végén Pátmos szigetére szoktuk tenni, hogy ott fogalmazta meg, ott írta meg, egyrészt kijelentésbe kapta, másrészt ugye az apostoli korszaka, amit aztán az efézusi gyülekezetét is fáradozva, a 90-es évek, ugye 31 és 90, gondoljunk bele, nem? Vannak olyan élményeink, hogy mondjuk, hát akinek lehetnek, hogy 60 év távlatában, hogy visszatekint az ember, és azt mondja, mintha ma történt volna, minden mozdulatára úgy emlékszek. Ahogy az apostol gyönyörködik Krisztusban, gyönyörködik egy ilyen párperces cselekményben, nem az, hogy lábat mosni, de úgy lábat mosni, ahogyan ő tette, nem? Úgy megbocsátani, úgy szeretni, hogy 60 évvel később azt mondja, hogy mert ha magam elé idézem, csak az jut eszembe most is, hogy szerette az övéit a világon, mind végig szerette őket. Egyszerűen nem tett mást akkor sem, nem? Olyan szép volt ő. Olyan szép volt ő. Pedig nézzétek a második verset. Vacsora közben, mikor az ördög belesugálta már iskolaiatás Júdásnak, a Simon fiának szíve. Ugye milyen érdekes, hogy János visszaemlékszik, hogy pedig ha mi tudtuk volna akkor, hogy milyen teher van ott Jézus szívén, nem? Kérdeznélek benneteket, megmosta Júdás lábát is Jézus? Megmosta? Kikerült-e? Úgy csinált, mintha éppen elfogyott volna a víz, aztán úgy jött vissza, hogy elfelejtettem, hogy őt kihagyta. Mi valahogy megszoktuk úszni ezeket a megbocsátani annak is, akinek nem jár, megbocsátani annak is, aki nem érdemli, megbocsátani annak is, aki úgyse fog megváltozni. Mert mi tudjuk, hogy úgyse fog megváltozni. Mert Jézus tudta, hogy úgyse fog megváltozni, és megmosta a lábát. Szóval micsoda visszaemlékezés volt ez János számára, hogy ő szemlélte Jézust, és mélyen beégett a szívébe az, hogy mit jelent az, hogy az Atya szeretete, Krisztus szeretete, a szépsége Krisztusnak. Hogy azt olvassuk, hogy a harmadik versben, hogy tudta, hogy mindent az Atya az ő hatalmába adott, és hogy ő neki valami egészen komoly szolgálata lesz most, és kereszt, és minden, de mégis ezeket a perceket, hogy megmosni, hogy kegyelmet ajánlani ennek a fészekalja, civakodó tanítványcsapatnak, amelyik itt most is semmit nem fognak fel abból, pedig már háromszor mondtam nekik, hogy mi vár rám, de ők most is csak magukkal vannak elfoglalva. Kérdezlek benneteket, van annál kiábrándítóbb, mint amikor emberek annyira önzőek, még a kórházba bemennek meglátogatni a beteg idős embert, és ott is azon veszekednek egymással a beteg, meg csak keserek, hogy ezek ilyen tragédiák, nem? Talán vannak ilyen emlékeink, nem? Mert annyira önzőek, hogy még akkor is az a fontos, hogy de engem szeressenek, úgy legyen, ahogy én akarom. Hát nem egy ronda természetünk van, nem? És ahogyan az Atya gyönyörködött Jézusban, úgy gyönyörködik itt János apostol Jézusban, 60 évvel később. És ez a nagy tanítása ennek a mai igének, és az Atya szózatának is a számunkra. Azt kérdezi, akarsz szép lenni? Szemléled azt, aki a legszebb volt?
ismered a belső szépséget, és akkor majd nem fogsz kétségbe esni, hogy elveszíted az egyik karod, vagy a szemed, vagy a hajad kihullik, vagy telnek az évek, és akkor jaj, hogy nézek ki, meg nem fogsz ezzel foglalkozni, mert meg lesz az a békéd, hogy az Isten a szövetségesed, hogy benned új életet fakaszt az újjászületés fürdője által, és elkezd benned felépíteni, ő már az örökké valóságot építi most benned, mert rábíztad az életedet. Olyan ritkán gondolunk ebbe bele, nem? Ő már most az örök életet építi benned. Ha hagyod, ha engeded, ha nem magyarázod meg a természetednek a rútságát, a mezítelenségét. Jézus felkelt a vacsorától, itt még nem értettek semmit, ugye? Levetette a felső ruháját, itt már lehet, hogy jött egy gondolat, hogy csak nem. Kendőt vévén körülkötötte meg, itt már kezdtek süllyedni el, nem? Aztán vizet töltött a medencébe. Itt lassan szerintem minden sustorgás beszéd elhallgatott, és elnémulhattak, de nem tudom, hogy volt, csak így elképzelem. És kezdte mosni a tanítvány, és megtörölni. És érezték, hogy bárcsak mi is ilyenek lehetnénk, bárcsak ne nyomorultul, vitatkozva ültünk volna le ehhez, hanem hát te mosod-e meg az én lábaimat? Én azt kívánom, testvéreim, hogy lássuk meg a kereszténységnek a lényegét, a működő kereszténységet, az élő kereszténységet, a Krisztus szemléléséből fakadó Krisztus követést, annak az örömét, amikor a lélek tényleg elkezdi munkálni a gyümölcsöket, hogy szeretet, hogy öröm, hogy békesség, hogy béketűrés, azokat a gyümölcsöket, amin aztán nem fog ki a szomszéd, nem fog ki az anyós, nem fog ki a nyomorúság, a betegség, a fájdalom, szóval mindaz, ami ér bennünket kellemetlenség, mert ha ez a természetünket éri, akkor azt még ráncosabbá teszi. De ha egy jellemet ér, akkor megerősíti, akkor élő bizonyságaivá tesz minket mások számára, hogy van gyógyulás, van remény. És esetleg minket szemlélve, illetve nem minket, hanem az Istennek rajtunk nyugvó kegyelmét, emberek, elveszett emberek számára visszaadja a reményt, hogy ők is gyógyulhatnak, ők is menekedhetnek. Jóisten, tegyen részesévé ennek az élő evangélium hirdetésnek. És ha mégis jönnek a vereségek, mert jönni fognak, mert az Isten lassan tárja fel a természetünk mélységeit, lassan. És egy újabb ásónyomással még egy még mélyebb hajszál gyökér jön elő. Tehát nem leszünk holnaptól tökéletesek, akármennyire is elgyönyörködünk ma Jézusban. Nem leszünk holnaptól tökéletesek. Mert a lélek szépen folyamatosan megfeddi az embert. És mélyebbre és mélyebbre, mondjuk ez szép, ha mélyebb, és nem mindig ugyanúgy, csak a, tudjátok, a felszínes gyomírtás, mindig a kapával így a föld szintjéig így elnyessük, ugye? És egyre erősödik a gyökér lent. Nem, a lélek egyre mélyebbre, amíg az utolsó hajszál gyökereit. És addig nem engedi, hogy az embernek az élete befejeződjön, amíg az Isten lát ebbre erre együttműködési készséget. Csodálatos az Isten türelme, csodálatos az Isten kegyelme, ahogyan ő minket szépé, bennünk gyönyörköd, szóval létre akarja hozni, hogy bennünk gyönyörködni tudjanak mások az ő szépségében, a Krisztus szépségében, hogy ezt létrehozza. És ne keseredjünk, hogyha el is esünk. Ne keseredjünk, hogyha hibákkal kell szembesülnünk. De menjünk hozzá, vigyük elé, tegyük oda, ez vagyok, ennyit érek. Tessék, nélküled indultam, itt vagyok, most kérlek valamit. Menjünk hozzá. És hogy mondja Jakab apostol? Készségesen és szemrehányás nélkül fogad, ad erőt, ad bölcsességet, ad segítséget. Testvérem, az atya azt mondta a Jordánnál, hogy ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Gyönyörködjünk mi is Krisztusban, minél többet. Értsük meg, hogy mit jelent gyönyörködni benne, és hasson ez ránk eleven élő erőként. Úgy legyen. Amen.